Bár az idő legnagyobb részében emberhátrányban játszott, miután Mincsun a piros lapot kapott, viszonylag könnyedén nyert a sepsiszentgyörgyi OSK a Szatmárnémeti Olimpia ellen a második liga 26. fordulójában. Hadnagy Attila ezúttal is 2 góllal járult hozzá csapata sikeréhez. Ő lőtte a mérkőzés első gólját, majd az utolsót is, beállítva ezzel a 3-1-es végeredményt. A 3 pontnak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi csapat ismét feljutó helyre kapaszkodott, legalábbis ma estig, amikor az FC Brassó mérkőzését rendezik. A következő fordulóban a háromszéki csapat a középmezőnyhöz tartozó Dunorják Kölörás otthonába látogat. Magabiztos győzelmet aratott a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub Fogarason a férfi kézilabda Bölények Ligája utolsó előtti fordulójában. Vlád Kábár csapata 36-22-es sikerének köszönhetően feljött a 4. helyre, és ha megnyeri az utolsó mérkőzését hazai pályán Fogsán ellen, ott is marad. Ez azt jelenti, hogy pályaelőnyt élvez majd a rájátszásban. Nem tudta 7. meccsre menteni a jégkorongbajnokság döntő sorozatát a Csíkszeredai Sportklub. A Vákár Lajos műjégpályán lejátszott 6. találkozón a brassói Korona szétlövéssel nyert, és 4-2-vel megnyerte a döntőt, elhódította a bajnoki címet. 5 meccs után a Korona 3-2-re vezetett a sorozatban, miután a Brassóban játszott 5. találkozón 5-4-re megszerezte a győzelmet. Ezért a vasárnap esti találkozón a csíkszeredai csapaton volt a nyomás. Kiegyensúlyozott meccs volt, mindkét csapat volt előnyben. A rendes játékidő végén azonban 3-3 volt az eredmény. Miután a hosszabbításban nem esett gól, szétlövés következett, amelyen a Korona bizonyult jobbnak. Végig a hosszabbításban is nagy volt a nyomás mindkét csapaton. Éreztük, hogy tényleg egy pillanat kell az egészhez, és úgy néz ki, a büntetők kell döntsenek ma. Némileg másként látják a dolgot a csíkszeredaiak, akik szerint egyrészt nem igazán tisztességes, hogy büntető párbaj döntsön a bajnoki címről, másrészt a játékvezetés minőségét is kifogásolták. A bíráskodás kisebb botrányt is kiváltott, amikor a sportklub 2-es emberhátrányba került, az elégedetlen nézők tárgyakat dobáltak a jégre, emiatt hosszasan állt a játék. Szerintem a helyzet kihasználás, sok emberhátrány kivette belőlünk az energiát. Én úgy érzem, hogy volt egy-két érdekes pillanat, de szerintem azon túl kellett volna tegyük magunkat, és kellett volna menjünk tovább. Sajnos a helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Én ebbe látom a nagyobb hibát, aztán ki, amit mond a bíróról, az a maga dolga. A bajnoki idény befejezése után a jégkorongozók most a nemzetközi mérkőzésekre összpontosíthatnak. Április 3-a és 9-e között Galacon rendezik a Divízió 2-es világbajnokság egyik csoportját.